Don't look so good. Ah, baby, se na ni lately, shkundi mu spam, edhe dhe i treti, sanet po ndrojnë të munu më koni njëti, po jashtë jam jam a jova. Sziasztok, én Huberik Szürkés, elérkezett a Mestremcei Defa szeméből sorozatom következő része. Ha támogatjátok, hogy folytassam ezt a sorozatot, már most nyomjátok meg a like gombot, és iratkozzatok fel a csatornámra további ilyen videókért. És hát akkor szerintem vágjunk is bele, új karakterrel vagyok, a 2-4-es szerveren, a Bences PvP textúrával, és akkor hívjunk is le egy kezdő kitet, és álljunk neki a gyémántszed beszerzésének. Hát igen, egyébként nagyon oda kell arra figyelni, hogy a körülötted lévő játékosok azok nehogy megöljenek téged, de egy idő után már bele lehet ebbe jönni, és utána pedig te fogod belőlük keresni a pénzt. Most körülbelül 800 dollárt kerestünk két játékosból, ami elég szerencsésnek mondható, hiszen már kell a pénz mondjuk gyémán nadrág vásárlására, veszünk belőle vagy 100-at, felveszük ezeket az aranytömböket, ebből is 250 dollár jön, hogyha nincs ott a játékos, tudunk vásárolni gyémán nadrágot. Jó, tudtunk is venni, csak hát sajnos lelökött egy másik játékos. Ó, egy nadrág itt is volt, szépen veszek nadrágokat, és megvárom, hogy lelökjenek, és ismét elindulok. Szépen ismét szaladok a nadrághoz, közben szerzünk elég sok pénzt az ilyen aranyrudak segítségével, és az itt látható Ender Chestbe én be is pakolom szépen a megszerzett nadrágokat. Jó, szépen itt szaladok, ugye ott a nyílvesszők azért pattognak, tehát az nagyon szerencsés lehet. Akkor most elmegyünk szépen sisakért, közben azért felvesszük az utunkba kerülő aranyrudakat. Elvileg el tudok spawnolni, de ez nem 100%, nem mernék rá megesküszni. Elkezdek ide szépen feljönni mondjuk a templomnak a tetejébe, és beírom a parancsot. Reméljük, hogy nincs ott most gyémánt szettes, mert akkor ott le is tudnánk rakni ezeket a tárgyakat, amiket most megszereztünk. Jó, és akkor bele is tettük a sisakot, amit ugye szereztünk, van gyémánt sisakunk és nadrágunk is. Ezután jön a mellvért, meg a csizma, ami kimaradt. Azt az előbb meg tudtam volna vásárolni. Ha már itt járunk, akkor érdemes megvenni a gyémánt kardot, és hogyha találtok dolgokat, amik el vannak dobva a pályán, érdemes őket felvenni, mert fel tudjátok használni. Például ezt is, ha beittem volna, rögtön felkerültem volna a tetejére a dolognak, itt egyesével tudjátok kivenni. Az a baj, nem szabad annyira ugrálni, mert akkor távolról is észrevesznek titeket a gyémánt szettesek. Na, akkor ismét indulunk tovább. Azt hiszem, van egy olyan csizma hely, ami ebben a kastélyban található meg. Ezt még nem mutattam szerintem meg nektek, viszont szerintem éppen itt az ideje, hogy ezt bemutassam. Itt körbe kell egyszerűen csak menni, utána egy jump vár titeket, amit ha kivisztek, akkor ott tudtok csizmát vásárolni, picit biztonságosabban, mint hogyha ezt egy olyan jumpon tennétek, ahonnan le tudnak titeket íjászni a picit fejlettebb szettel rendelkező játékosok. Jó, akkor szerintem már a felét kivittük ennek a jamnak, tehát mire ezt kiviszi valaki, addigra vagy megőszül, vagy öreg néni, öreg bácsi lesz belőle, de amúgy csak egy kis türelem kell. Hál' Istennek most sikerült, és akkor itt van alma is, ugye ez is nagyon sokat tud segíteni egy kezdőjátékosnak. Van vaskard is, van íj, és gyémántcsizma is 200 dollárért. Azt hiszem, hogy a másik helyen is 200 dollárba kerül a csizma. És akkor itt lerakjuk biztonságosan a dolgokat. Le is raktuk szépen. Pár szelek kalmát is elrakunk, és indulhatunk szerintem a gyémánt mellvértért. Viszont ha van magasugrás potink, akkor akár, hogyha kikerüljük azt a makrós játékost, akkor tudunk venni mondjuk 8 perces erőt is. Nagyon figyeltek arra, hogy fussatok el az olyan játékosoktól, mint például ő, akit az előbb itt láttatok, mert hát nagyon gonoszak tudnak lenni veletek, ezért óvatosnak kell velük szemben lenni, viszont ha hallgattok erre a szóra, akkor simán ki tudjátok őket kerülni, és lehet, hogy nekik nincsen magasugrás potiuk, vagy pénzük, hogy le tudják hívni ezt a
kitet, és akkor már itt is vagytok, és meg tudjátok vásárolni a putikat. Én vettem egy darab erőt, zuhanás közben beiszom ezt a putit. Jaj, sajnos meghaltam. Most indulunk szépen a Melvértért, és utána veszünk pár gyorsaság kettőt. Viszont most inkább megyek gyorsaság kettőért, mert hát a többi szigetet behálózták a további játékosok. Jó, akkor itt szépen előveszi majd mindjárt a gyémánt kardot, de nem biztos, hogy van neki. Jó, itt szépen akkor futok el előle, és addigra lehetséges, hogy már tudok spawnra teleportálni, de ebben sem vagyok teljes mértékben biztos. Meg is vásároljuk a potikat, amúgy már defa karakterrel is lehet használni a per potion parancsot, ami azért egy elég pozitív dolog. Júj. Jó, kis zsoldos, így meg is van, és akkor ismét elindulok oda, és megnézzük azt a játékost. Azt mondja, most már nekünk is van felszerelésünk, és itt van egy íjászó játékos. Ugye mindenkinek van egy kedvenc hobbija, ő íjászni szeret, mi pedig inkább karddal szoktunk, tehát mi inkább az igazság felé hajlunk. Most nézem, hogy azért 5000 dollárt kaptunk a játékostól, ami magas összegnek számít, és akkor összeraktam a potikat, ezeket szépen behezem az Ender Chestbe, de párat magamnál is hagyok, gyémánt kardot is magamnál hagyom, és akkor ami van szedtem, azt is szépen kiveszem belőle, és most megyünk a Melvértért, hiszen az még nincs. Ugye a diakardot megmutattam, csak elhaláloztam, ezért most jelenleg nincs nálam. Jó, és akkor most picit futunk, és utána, hogyha sikeresen megszereztük a Melvértet, valószínűleg bemutatom nektek, hogy mit fogok kapni a Rébusztól. Kíváncsi vagyok én is rá, mert szeretnék valami mentőrudat kapni. Az nagyon jó lenne, hogyha esetleg szereznék, mert hát mindenkinek elkér szerintem egy kis mentőrúd, főleg hogyha szervert kezd, nem szeretne rögtön azzal a problémával egyesülni, hogy neki a cuccai sajnos elvesznek. Jó, akkor szépen itt beírom, hogy per spawn, de 41 másodpercet kell várnom. Sajnos lelöktek minket, és akkor mondjuk egy ugrás, és kettőre már nem volt sajnos elég. Itt van amúgy sima gyorsaság, az is nagyon sokat segíthet, és nekem segített elég sokat még anno. Jó, és akkor, most már itt van a Melvért. Vásárlunk egy kicsit belőle, és elmegyünk spawnra. Azt hiszem, hogy azért van belőle 5 darab, abból szépen raktározunk egy kicsit. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha szeretnétek még ilyen videókat, azt jelezzétek egy lájkkal, és iratkozzatok fel. Legalább az elköszönés hadd csináljam már meg.